Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent kedves képviselőt, és nagyon köszönöm mindenkinek, hogy karácsony advent utolsó hetében, néhány nappal a szenteste előtt szántak arra időt, hogy egy nagyon-nagyon rövid sajtótájékoztatót tudjak tartani, és egy nagyon fontos kérdésről szeretnék mindenképpen tájékoztatást adni, nevezetesen a soros tervről szóló nemzeti konzultációnak az eredményéről. Ez a nemzeti konzultáció a hatodik vagy hetedik volt a sorban, most talán pontosan kellene tudni, tehát sokadik nemzeti konzultáció volt, de talán az összes nemzeti konzultáció közül ez volt, most már múlt időben mondhatjuk a legsikeresen. Hát mindenféleképpen köszönetet kell mondani az embereknek azért, hogy minden rekordot megdöntöttek, és több mint 2.300.000-en töltötték ki a konzultációs éveket. Egészen pontosan a részvétel 2.349.991 kérdőív volt, amiből, és itt egy nagyon érdekes dolog, hogy a postai feladás még mindig nagyon dominál, mert 2.171.500-at postai úton adtak föl, és 178.491-et pedig interneten. Nagyon sok emberrel beszéltem én is, akik elmondták, hogy ezt a kérdést nagyon fontosnak tartották, és sokan vannak olyanok, a számból is kiderül, akik először töltötték ki a nemzeti konzultációnak ezt az ívét. A Békés megyeieknek és itt az én választókerületemben élőknek is szeretnék köszönetet mondani, aki részt vett ebben a konzultációban. És ami még egy nagyon fontos dolog, hogy az emberek tulajdonképpen pártszimpátiától szinte teljesen függetlenül felelősségérzettel mondtak véleményt a kormánynak erről a konzultációjáról. Elsöprő többség ebben, egyébként nem 100%-osan mindenki, de elsöprő többség nemet mondott erre a tervre. Nem akarják azt, hogy Soros György és Brüsszel Magyarországból egy bevándorló országot csináljanak, és a fejünk fölött döntsenek arról, hogy mi kikkel akarunk együtt élni. Ez egy nemzeti ügy, egyértelműen, amiről véleményt mondtak. A Fidesz és a KDNP, és én személy szerint is, az embereket szeretnénk ebben az ügyben képviselni, és arra rá kellett jönni, mind itthon, az ellenzék részéről, ennyi politikát mindenképpen érvényesíteni kell bennen, illetve az Európai Parlamentben is, hogy az ellenzéki pártok, LMP, MSZP, DK, és még sokan mások tulajdonképpen nem értettek egyet a konzultációval, és Magyarország ellen foglaltak állást a szavazatukkal az Európai Parlamentben. A brüsszeli fejlemények azt hozták, hogy az Európai Parlament és a bizottság végül is elfogadta a kötelező felső korlát nélküli betelepítési kvótát, amelyet minden Európai Uniós országra rá akar erőltetni. Ez természetesen ennek a tervnek a része. Tulajdonképpen ez a 2.300.000 embernek, majdnem 2.400.000 embernek a véleménye, ez egy ellenállást jelent Magyarország részéről, és nagyon komoly felhatalmazást ad a kormánynak ahhoz, hogy miniszterelnök úr, külügyminiszter úr és mindenki, aki illetékes az ügyben, a brüsszeli tárgyalásoknál érvényesítse ezt a nemzeti összefogást. Hát ami egy egészen új fejlemény, hogy igaz, hogy nem direkt módon, de direkt módon is azt tervezik, hogy bevándorlás szervező irodákat fognak Magyarországra telepíteni, egyébként minden megyébe, amelynek az lenne a feladata, hogy felmérni a konzultáció ellenére azt, hogy kik azok, akik mindenféleképpen fogadnának, vagy szeretnének migránsokat fogadni. És egy nagyon érdekes, bújtatott dolog, hogy ezeket a lépéseket többnyire civil szervezeteken keresztül, és hát az előbb említett ellenzéki pártokon keresztül szeretnék érvényesíteni. Tulajdonképpen a célpontok ebben az esetben azok az országok lennének, akik vagy kevés migrást fogadtak be, vagy egyáltalán nem fogadtak be. Ugye a legutóbbi időben a
A lengyelek nagyon magas szinten képviseltetik magukat az Európai Parlamentben, és a lengyel első számú európai vezető is annyit mondott, hogy ez egy olyan fajta terv, amit tulajdonképpen is konkrétan realizálni és megvalósítani a tagországok ellenében nem lehet. Én azt szeretném mondani, hogy ránk továbbra is számíthatnak az emberek, és mindenféleképpen ennek a tervnek a ellenében fogunk a közeljövőben is mindvégig tevékenykedni. Miután mi itt Békés megyében élünk, azt még el szeretném mondani, hogy amennyiben a migráció a román határon folytatódna, teljesen készen áll a kormány arra, hogy a román határ teljes egészében, hát nekünk ugye tudjuk, hogy legalább 5 olyan határátlépő helyünk van északtól délig, ahol Románia megközelíthető. A kerítést, ha nem is pillanatokon belül, de minden további nélkül teljes egészében fel tudják építeni és tudják érvényesíteni. Egyébként nagyon sokan átvették a kerítés építésnek a példáját. És úgy gondolom, hogy talán karácsony közelettével az is egy nagyon fontos kérdés, hogy az iszlám képviselői hát megüzenték a világ különböző keresztény országainak, hogy bizony-bizony mindenütt készülnek különböző terrorcselekményekre, amit próbálnak megvalósítani így a karácsony környékén, és úgy gondolom, hogy nekünk erre egyáltalán semmi szükségünk nem lenne, hogy Magyarország rendjét és biztonságát megzavarják. Egyébként ezt mindenki láthatta a híradásokban legutóbb, hogy a TEK a meglévő feladatai mellett egyébként beszállt ebbe a biztonságnak a kérdésébe, mégpedig olyan értelemben, hogy a nagy és veszélyeztetett bevásárló központok és nagy ilyen helyek környékén olyan jellegű demonstrációt alkalmaznak, hogy az emberek érezzék, hogy biztonságban tudják a karácsonyi bevásárlásokat lebonyolítani, és az emberek védelmét ők pedig minél magasabb szinten biztosítani. Végül a jelenlévőknek és önökön keresztül, akik ezt a kiradást vagy ezt a sajtótájékoztatót meg fogják nézni, én kívánok mindenkinek, önöknek is egy nagyon-nagyon áldott, békés, boldog karácsony, boldog új évet, a két ünnep között valószínűleg nem fogunk már találkozni, és a jövő évben, január közepén majd újra elkezdjük a munkánkat, és hát nyilvánvalóan fel fogunk majd készülni a jövő áprilisban tartandó választásokra. Nagyon szépen köszönöm, és amennyiben lenne valakinek kérdése, akkor azt nagyon szívesen megválaszolom, ha tudom.